Itt még alelnökként szavazhatott Demeter Márta a Honvédelmi Bizottság ülésén. Februártól már tagja sem lehet a testületnek, ha az országgyűlés egyetért Kövér László javaslatával. A házelnök azután kezdeményezte Demeter Márta alelnöki posztjának és tagságának megszüntetését, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak minősítette az LMP társelnökét. Az újbóli átvilágítást azután végezték el, hogy Demeter Márta titkos iratokra hivatkozva azt állította, egy honvédségi utasszállítón hozták haza Orbán Viktor miniszterelnök egyik lányát Ciprusról. Kiderült, a repülőn egy katona lánya utazott, és csupán névazonosságról volt szó. A Fidesz akkor lemondásra szólította fel az LMP-s politikust. Miért mondanék le? Akkor így reagált Demeter Márta. Ma is kerestük, de nem akart nyilatkozni. Pártja írásban közölte, hogy szerintük koncepciós eljárás zajlik. Azt írják, idézem, azon dolgozik a Fidesz, hogy megpróbálja ellehetetleníteni Demeter Márta munkáját a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban. A kormány szóvivő szerint mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért. Demeter Mártánál elég súlyos dolog az, hogy a képviselőasszony nem egy alkalommal minősített adatokat szivárogtatott ki annak érdekében, hogy pártpolitikai előnyhöz jusson, ami erős kérdéseket vet föl. Az RTL híradónak nyilatkozó nemzetbiztonsági szakértő szerint világos szabályok határozzák meg, hogy kit és miért lehet átvilágítani. Olyan személyeket vizsgálnak, akik valamilyen nemzetbiztonsági kockázatnak ki vannak téve, és olyan beosztásban vannak, ami azt jelenti, hogy titokkal dolgoznak a bizalmastól egészen az államtitokig. Ilyenkor az Alkotmányvédelmi Hivatal nem csak az anyagi körülményeket ellenőrzi, hanem a magánéletet is. Milyen a kapcsolatrendszere, a magánkapcsolatrendszere, hóddal egy valamilyen káros szenvedély, alkoholista volt-e elvonókórán, aztán például fogyaszt-e kábítószert, kezelték-e ezzel kapcsolatban. Tehát minden olyan tényezőt vizsgálnak, amely arra enged következtetni, hogy az illető szemét valaki külföldről meg akarja közelíteni. Azt nem lehet tudni, hogy Demeter Márta esetében mit talált nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak az Alkotmányvédelmi Hivatal. Megkeresésünkre csak annyit írtak, hogy konkrétumot nem közölhetnek. 1990 óta még nem fordult elő, hogy képviselőtől megvonták volna a bizottsági tagságát. Demeter Márta lehet az első ilyen országgyűlési képviselő. Ügyében február 18-án dönt az országgyűlés. Szondi Vanda, RTL Híradó, Budapest.